biztonsági szolgál, hogy nem vagyok a lopott helyzet. Mostokban és szavaival köszöntöm a tisztelt megemlékezőket, külön köszöntöm községünkben meghívott vendégeinket, dr. Mennyi Ronald országgyűlési képviselő, környező települések polgármestereit, életerős, cselekedni képes nemzet vagyunk. Nemzetünknek alkalmából nem csak kívül, de legbelül a lélek is ünnepünkben öltözik. Szert a nagyvilágba egymáshoz igazodik a nagyon szép dobbanás. Összejövünk, aki teheti együtt lenni, szembenézni a múlttal, álmodni a jövőt. De főleg feltenni önmagunknak és egymásnak azt a kérdést, mit tettünk együtt, és külön-külön is azért, hogy a ránk bízott örökséget nagy elédeinkhez méltó módon megőrizzük. Monokközség önkormányzata és lakossága nevében mondhatom, minden igyekezetünkkel azon vagyunk, hogy méltóság teljes tiszteletben tartunk múltunk nevezetes történelmi személyei iránt. Ápoljuk azokat a hagyományokat, amelyek megadatottak számunkra itt Kossuth Lajos szülőfalujában. Már kicsi óvodásainkban, iskolásainkban is tudatosítunk, hogy március 15-e nemzetünknek a szabadság szimbólumának napja, mennyire fontos esemény itt a községünkben. A történetről itt tanítják. Róma azért lett nagy, mert szerették. Nekünk is szeretünk el magyar nemzetünket, ahogy a legkorabeli magyarok lették. Ahogy a március ifjak szerették, ahogy a szabadságharc hőseit és vértanúi szerették. Szeretnünk kell magyar nemzetünket, és tennünk kell érte, hogy mindannyiunknak, minden magyar embernek biztonságos és erős otthona legyen Európában. Köszönöm Önöknek, hogy ma újra együtt ünnepelhetünk itt magunkat. Nagy megtiszteltetés érte kisfalunkat. Honnan jutott miniszterelnök úr, felkérte a kiskata személyiség meg, vagyis hát egy újabb variációt készítsük a Kossuth utcának, ami azt hiszem elmondhatunk a mindenki szóval. Ez a lakadóból küldött levelét kérem a lakassa föl, hogy nem gondolatok is. Kedves ünneplők, mindaz köztudott, miniszterelnök szívében különleges helyet foglal el, és politikai tetteiből tettei folyamatosan vezérli a nemzet függetlensége, a szuverenitása, az együttműködés, az egyetértés. Éppen ezért a szívében különleges helyet foglal el március 15-e is, Kossuth Lajos is, Kossuth Móta is, és természetesen Monok község is. Nem véletlenül látom, hogy levélben köszönti Önöket, amelyet ma reggel megkért, hogy olvassak föl Önöknek. Tisztelt polgármester asszony, kedves ünneplők! Március ifjúságának szerte a világon sokféle eseményre emlékeznek. Nekünk a magyaroknak azonban mindenkinél több okunk van arra, hogy kivételesnek érezzük ezt a napot, hiszen hosszú évszázadok elnyomása után 1848. március 15-e mutatta meg, hogy milyen életerős és bátor a nemzet a miénk. Számunkra ez a nap a magyar virtusról, a vér nélküli békés küzdelem lehetőségéről és a jó ügy győzelméről szól. Bizonysága annak, hogy mindig képesek lesznek átírni a sorskönyvét azok, akik Kossuthékhoz hasonlóan megértik az idők szavát és előrelátóan cselekszenek. A Kossuth nóták is ezt a reményteljes jövőképet hirdetik. Arról a meggyőződésről szólnak, hogy bármilyen nehéz a helyzet, a magyarok átvészelik, megoldják, sőt, ha lehet, még a hiányból is előnyt kovácsolnak maguknak.
Ha elfogy a hegyimen, lesz utánpótlás, ha esik az eső, akkor az esőcseppek számát a remélt áldások számához hasonlítjuk, és ha nincs gyertyafény sem, akkor a csillagok világítanak majd a magyar hősöknek. Az egész ország nevében köszöntöm Önöket, hogy ébren tartják és tovább éltetik Kossuth Lajos hazáján élő lelkületét. Engedjék meg, hogy minden kedves manapi polgárnak élményekben gazdag ünneplést, a Kiskatazenekar tagjainak pedig sikeres ősbemutatót kívánja. Éljen a magyar szabadság, éljen a haza! Budapest, 2015. március 15. Tisztelettel Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke. Nyilvánvaló volt, hogy amit ezek a hősies fiatalok akkor elkezdtek,
számukra veszélyes, életveszélyes tettek sorozata. Biztosra veszem, hogy ők is féltek a haláltól, amit talán rájuk várt. Mégis volt erejük véghez vinni azokat az elhatározásokat, hogy változtatnak a történelem menetén. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, példaképeink ők és az áldozatok, amit készek voltak meghozni a hazáért, a 12 kortért, amiről tudták, hogy olyan változásokat várhatnak, ami majd az ő gyermekeiknek talán biztosíthatja azt az életet, amiben nekik nem volt részük. Nem önmagukért voltak bátrak, hanem értünk, eljövendő nemzedékekért, a gyermekeikért, a gyermekeik jövőjéért, hazájuk jövőjéért, következetesen, megalkulás nélkül. Manapság el sem tudnám képzelni, hogy ezen követelések ne a mindennapok részei legyenek. A sajtó szabadsága, a törvény előtti egyenlőség, a Nemzeti Bank, mára már természetesek életünkben, nemzetünk oszlopai, értékei és érdekei. Csak hogy a nemzet érdekei nem vehetjük természetesnek, hiszen egy nemzet csak addig lehet ura önmagának, addig szuverén, amíg érdekeiért a nemzetközi szintén is folyamatosan és következetesen kiáll. A kezdeményező és határozott politikát folytat. Ma is ezeknek a több mint másfél évszázada élt fiataloknak a bátorságát, kitartását, eszméjét és határozottságát kell követnünk, és magunk eszközeivel, de nem kevesebb bátorsággal kell végeznünk azt a munkát, mindenkinek a maga munkáját, mindenkinek a maga területén, amire nemzetünknek szüksége van, amivel tartozunk hazánknak, és mi is gyermekeinknek, és mi is gyermekeink jövőjének. És teszi is ezt minden dolgos magyar ember, és azért nem vár más, nem vár köszönetet, csak tiszteletet mindenkitől. Az évnek ezen a napján az a dolgunk, hogy újra emlékeztessük magunkat. Milyen csodálatos, a világon egyedülálló dolgot vittek véghez az akkori hősök, akik nem féltek kimondani hangosan a nemzet érdekeit. Akkor is, ha ezt egyesek nem nézték jó szemmel, és akkor is, ha egyenesen ezt árulásnak gondolták. Március 15-e a nemzet erejére, bátorságára és szabadság vágyára emlékeztet bennünket. Arra az erőre, amely már sokszor bizonyította, hogy összefogással bármire képesek vagyunk. Arra a bátorságra, amiről tudjuk, hogy mindig is ott volt a magyar szívekben, és arra a szabadságvágyra, amely a magyar nemzet sorsát a történelem során mindig meghatározta. Ma, holnap és az év többi napján is ezekből az emlékekből, ezeknek az egykor volt hősöknek az erejét, bátorságát és szabadságvágyát megörökölve kell élnünk minden napjainkat, hogy azt a szent célt, amiért akkor ők készek voltak az életüket áldozni, soha ne veszítsük szem elől. Ez az erő, ez a bátorság és ez a szabadságvágy az, ami ma is képessé tesz minket arra, hogy Magyarország a saját útját járja. Erő kell ahhoz, hogy problémáinkra saját megoldást találjuk. Bátorság kell ahhoz, hogy ezeket merjük alkalmazni, és szabadságvágy kell ahhoz, hogy bármilyen külső vagy belső nyomás ellenére ezek mellett kitartsuk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, 48-49-es hőseink is hittek abban, hogy Magyarország meg tud állni a saját lábán. Hittek abban, hogy Magyarország joga van a nemzeti függetlenséghez, az önállósághoz, a szuverenitáshoz. Ma is hinnünk kell ebben, hiszen 1848 óta tudjuk, hogy Magyarország és a magyar nemzet boldogulása csak is rajtunk, magyarokon múlik. Ebben más nemzet nem érdekelt. Ha mi merünk elég bátran és erősek lenni, és ragaszkodunk szabadságunkhoz, akkor hatalmas eredményekre vagyunk együtt képesek. Ezért
tovább kell együtt dolgoznunk, mert ezzel a hittel képesek vagyunk rá, hogy megvédjük Magyarország 167 éves vívmányait, eszmeiségét, nagyszerűségét és erejét. Magyarország, nemzetünk jövője, az önök, mindannyiunk kezében van. Ez jusson minden a beszédbe. Kölcsei konfiúi hitével köszöntöm önöket. Négy szócskát üzenek, vésd jól kebletbe, s fiadnak hagy örökül, ha kihúnysz. A haza minden előtt. Köszönöm, hogy meghallgattak. Feldolgozott Kossuth Lótát fogok előadni, és ennek a Kossuth Lótának most ezt a premier előtti bemutatója, tehát egy nagy tapsal következik, kis kötözenek a thank you.
Úgyhogy jöjjön most ez a dal az előszövegbe, most már dalba is.